Ez itt az L20, a Lunch Group podcast sorozata. 20 percnyi izgalmas beszélgetés, hogy jobb legyen a napod. A stúdióban már itt ülnek vendégeink, át is adom a szót. Figyelem, kezdünk! Sziasztok, ez itt az L20 ötödik adása, és bármiféle téma ismertető előtt azt mondom el, hogy kik vannak ma itt velünk, mert ez szerintem rögtön elárulja, milyen izgalmas beszélgetés vár ránk. Vendégünk Csorba Eszter Zsuzsanna, az ELTE amerikanisztika tanszékének doktorandusz hallgatója. Eszter fő kutatási területe az amerikai kultúra. És a mikrofon mögött ül Tiles György, mesterséges intelligencia szakértő is, a Mesterség és Intelligencia könyv szerzője, aki a Fehérháznak is dolgozik. Na ugye, hogy izgalmas beszélgetés lesz ez. Fő témánk az USA jelene és jövője, és az, hogy ez miképpen hathat akár a mi életünkre is. Kedves Eszter, kedves György, köszöntelek titeket itt az L20-ban. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Köszönjük, Bani. Köszönjük a meghívást. Hát én köszönöm, hogy itt vagytok. Mindkettőtök szakterülete rendkívül izgalmas. Eszter, hölgye ki az elsőbbség, téged kérdezlek előbb. Hogy jött az amerikanisztika szak? Egy sorozatnak köszönhetem, hogy igazán elmélyültem, és egyre jobban elkezdtem érdeklődni ez a kultúra iránt, és ez a Elnök emberei című sorozat volt, ami 99-től 2006-ig futott, egy 7 évados sorozat ugye a Fehérháznak a történetéről, és már akkor fantasztikusan szórakoztatónak tartottam, hogy az amerikai politika hogyan működik, és onnantól kezdve ezt szerettem volna továbbvinni, és kutatásom alatt főleg amerikai kampányok és a média használata és kihasználásával próbáltam foglalkozni, kezdve attól, hogy Lincoln megpróbálta ugye az első szenátori vitákat elindítani egészen odáig, hogy John F. Kennedy hogyan tartotta jó kapcsolatot a riporterekkel, és hogyan kellett azt fenntartani az utána lévő elnököknek, vagy annak a látszatát, mint például Nixonnál is tapasztaltuk. Most pedig főleg az internet kampányolás irányába kezdtem el mozogni, hogy a szociális média ugye hogyan szerepel, és hogyan használják, és kihasználják az elnökök. György, tőled is muszáj megkérdeznem, hogy miként válik valakiből mesterséges intelligencia szakértő, mert afelől nincs kétségem, hogy a jövő gyermekei az óviba majd ezt is sorolják állam munkának a tűzoltó meg a rendőr mellé, de most még ez azért nem egy gyakori munkakör. Hát nem is, nem, valóban nem gyakori munkakör, és nem is úgy kell engem elképzelni, hogy fehér köpenyben robotokat programozok valami föld alatti laborban. Nagyon kár, mert így képzeltem el. Igen, nagyon plasztikus a kép, ez elkerülhetetlen. Elég nagy varga betűkkel jutottam ide, bár azért némi kontinuitás van benne. Tehát én alapvetően a 25 évét a karrieremnek azt főleg technológiai és innovációs területen töltöttem, de minden szektorban dolgoztam. Nagy cégeknek, a Microsoftnak, az Ipsosnak dolgoztam, az Európai Bizottságnak dolgoztam, nagy non-profitoknak, nagy technológiai non-profitoknak, tehát minden szektort ki akartam tapasztalni. És aztán körülbelül 5 éve volt az, hogy valahogy így organikusan az innovációs tevékenységemből, mint tanácsadói, mint cégvezetői tevékenységemből kinőtt egy heves érdeklődés a mesterséges intelligencia irányába, és hát ez majdnem egy kultikus, mekkaszerű helyen történt, Houstonban a Johnson Space Centerben, tehát a NASA-nak az egyik központjába, ugyanis bekerültem egy olyan NASA közösségbe, ami a legnagyobb cégek meg a szövetségi kormány innovációs és technológiai vezetőit tömöríti, egy nagyon szűkörű, nagyon baráti, nagyon bizalmi légkör. És 2015 környékén volt az első robbanás Silicon Valley-ben, ami a mesterséges intelligenciát felemelte a pódiumra. Mindenki izgatottan beszélt a pódiumról, hogy mekkora investíciókat tesznek mesterséges intelligenciába, és most mindannyian a mennybe be fogunk menni. És akkor az, aki szervezte az egész találkozót, a NASA-nak a Chief Innovation Officer-je, tehát az innovációs vezetője, így rám nézett, és összenéztünk, és azt mondtuk, hogy hát ebből a témából könyvet kell írni, mert a hurrá optimizmusból legalább akkora bajok lehettek, mint a teljes katasztrófa tudatból, és elkezdtünk írni egy olyan könyvet, aminek a célja az volt, hogy a polgárokhoz és a döntéshozókhoz ezt a rendkívül obskurus témát közel hozza. Úgy tudom, egy a Fehérház számára készülő projekten is dolgozol. Mennyit szabad erről tudnunk, hogy semminket se a podcast hallgatókat ne vigyék el utána mondjuk egy elsötétített autóval? Ez egy viszonylag friss dolog az én életemben, mert voltak előzményei, tehát ez a munka alapvetően nyáron kezdődött, mégpedig hirtelen fölébredt az amerikai kormányzatban, és most szigorúan azt akarom hangsúlyozni, hogy nem a politikai szinten elsősorban, hanem
a top bürokráciának a szintjén az igény arra, hogy foglalkozzunk a mesterséges intelligencia etikai kérdéseivel, hiszen ott tartunk már, hogy a kormányzat folyamatosan rendel és fejleszt belülről mesterséges intelligencia megoldásokat. Körülbelül 50 komoly rendszer állt már föl, amit mind gépi tanulási rendszerek hajtanak, és ezért összehívtak egy grémiumot, amiben volna külső és belső kormányzati szakértők, megtiszteltek azzal, hogy engem is meghívtak ebbe, és akkor ennek az első jelentését, amit még nagyon sok fog követni, valamikor szeptember elején adtuk le a Fehérháznak, és most várjuk azt, hogy a politikai indulatok csillapultával, és remélhetőleg a kontinuitás nem csak megtartásával, hanem fokozásával is, ebből konkrét szabályozási struktúrák fognak kinőni. De benne vagyok egy másik munkacsoportban is, amely kifejezetten a talent, tehát a tehetség kérdésével foglalkozik, különös tekintettel arra, hogy a szövetségi alkalmazottak sok 10 milliós tömegét átképezzük, és mesterséges intelligenciára készé varázsoljuk. Szóval ez a két sapkám van. Hát nagyon kíváncsi vagyok majd az eredményekre, az majd lehet egy külön podcast adást megér majd. Beszélni fogunk még a mesterséges intelligenciáról, mert hogy az idei amerikai elnökválasztásban is volt szerepe, de a gépek előtt azért legyen szó egy kicsit az emberről. Eszter, ha egy éve kérdezlek, még biztosan másként beszélgetünk, de volt egy amerikai elnökválasztás, és jött egy világjárvány is. Milyen hatással lesz szerinted mindez az amerikai emberekre, az amerikai kultúrára? Egész biztos vagyok benne, hogy a vírushelyzet befolyásolta azt, ahogyan az elnökválasztás végbe ment. Ritkaság, előfordult a történelemben, de ritkaság az, hogy egy Fehérházban ülő elnököt le tudjanak váltani. Általában gond nélkül újra megnyerik a választásokat, és ez a választás is mellesleg közel volt. Tehát nem lehet azt mondani, hogy egyértelműen óriási vereséget szenvedett volna Trump, hogyha az elektor szavazatokat nézzük meg. Érdekes ezt megnézni közelebbről, hogy vajon, ha van is egy működő vakcina, abból hogyan fog Amerika visszaépülni? Lehet-e azokat a munkahelyeket helyettesíteni, lehet-e őket visszahozni, vagy olyan fajta veszteségekről van szó, amik csak akkor lehetségesek, hogyha vadonatúj munkákat próbálunk teremteni. Az egészen biztos, hogy az egész világ sokkal jobban felfedezte azt, hogy milyen, hogyha egy online verzióban próbálunk élni, otthon dolgozunk. A Twitter CEO mondta, hogy megszüntetik az irodákat, mert az emberek sokkal jobban dolgoznak otthonról. Tehát egy új világra fogunk ébredni a vírus után, egész biztosan már csak ilyen távlatokban is, és kíváncsian nézzük, hogy Amerikát vajon csak az elnökválasztás ki tudja ebből hozni, vagy hosszú távon sokkal nagyobb károkat tette. Ha egy picit így még a választásnál maradunk, akkor a szemfülesebbek észrevehették már, hogy itt a republikánus és demokrata párt kapcsán van egy nagyon érdekes szimbólum, itt az elefánt és a szamár, és kihasználom Eszter, ha már itt beszélünk, mert ennek is szakértője vagy a szimbolikának az amerikai kultúrában, hogy ez miből jött, miért van? Hát maga a szamár már 1828 magasságában megjelent, még a John Quincy Adams és Andrew Jackson fajta választásnál. A Jackass, mint szamár nevet kapta Jackson, és ő ezt kihasználta a kampányolására. És igazából egy 30 évvel később volt, hogy egyáltalán az elefánt szimbolikája megjelent a republikánusoknál. Ugye érdekes mód azóta, ugye a demokraták és a republikánusok teljesen helyet cseréltek az államokban, tehát a déli államok voltak demokraták, és az északiak pedig republikánusok. Ami rendkívül érdekes, itt amúgy a médiának a szerepe, ugyanis politikai rajzolók voltak azok, akik elkezdték egyre gyakrabban használni az elefántot és a szamárt annak érdekében, hogy bemutassák a két pártot politikai szatírákban. És rövidesen, de biztosan 1880 tájéken úgy döntött a két párt, hogy felemeli és magához öleli ezt a két állatot annak érdekében, hogy a reprezentációban felhasználja. György, te a Szilícium völgyben élsz. Mit gondolsz, a gazdaságot hogyan alakítja át majd ez a 2020-as év? Hát igen, ez fontos elmondani, hogy ott lakom azért, mert az egy buborék. Magyarországon nem mindig sejtik azt, hogy Amerika mennyire divers társadalom, és mennyire polarizált társadalom, mind gazdaságilag, mind a lokációját tekintve. Az enyém az egy, úgy szoktam fogalmazni, hogy ez egy társadalmi labor, gyakorlatilag úgy gondolom Silicon Valley. Tehát mind a populációja teljesen más szerintem, mint a Amerika jelentős részében. Borzasztóan sok a bevándorló, és nem a mexikói földművesre kell ilyenkor gondolni, hanem alapvetően a technológiába, a technológiai iparba érkező, a világ legjobb agyait bevonzó technológiai óriás vállalatoknak az attrakciós ereje elengedhetetlen, és ebből adódóan egy nagyon kulturálisan divers közeg. Hogy milyen gazdasági változásokat hoz a Covid? Szerintem a legfontosabb az, hogy amire már utalták korábban, a
digitalizáció, tehát ez az instant digitalizáció, ami végbe ment a Covid alatt, ennek hatalmas hatása van. Az egyik az az, hogy a technológiai vállalatoknak a részvényei és egyben a hatalmuk is az életünkre rettenetes mértékben megnőttek. A Zoom, ami egy közepecske kis cég volt, hirtelen igévé vált, ugyanúgy, ahogy a Google mondjuk 15 évvel ezelőtt. Van egy olyan tendencia szerintem, ami a digitalizációnak és a mesterséges intelligenciának a következménye, hogy amikor a pandémiával összekapaszkodnak ezek az erők, akkor mindenképp látható két fontos trend. Az egyik a munkavállalóknak a fokozott megfigyelése. Egyszerűen be kellett az otthon dolgozáshoz vezetni olyan rendszereket, amelyek hát ilyen határeset, hogy ez kukkolás vagy... Ezt hogyan képzeljük el ezt, amit mondtál, hogy egyfajta kukkolásnak is elmenne egyébként. Olyan szoftvereket kellett telepíteni, ami mondjuk ellenőrzi azt, hogy mikor vagy gép előtt, mikor nem vagy gép előtt, milyen sűrűn gépelsz, milyen programokat nyitsz meg. Tehát például a Microsoft, ami egyébként egy igen kedves munkahelyen volt régebben, most éppen tűz alatt van, mert az Office csomagban, ami ugye a világ legelterjedtebb szoftvere, elhelyeztek egy ilyen produktivitás mérőt, amin keresztül a főnökök tudják mérni, és hát azok a szervezetek, főleg civil szervezetek, amelyek a privát szférát védik, a privacy-t védik, most ki vannak kelve, ez ellen. A másik trend, amiről meg akartam emlékezni technológiában, azt úgy hívják, hogy RPA, tehát a Robotic Process Automation. Megy a világban egy exponenciális automatizációs folyamat, ez mondjuk a gyártásban, meg a fizikális munkákban a 90-es évek óta meghatározó. Amit viszont most végigélünk a mesterséges intelligencia hatására, ez az RPA Revolution, tehát ez a robot folyamat automatizáció. Azt kell tudni, hogy az összes EMI technológia közül ez az, ami a legerőteljesebben fejlődik, és nincsen még friss adatom, nincsen 2020-as adatom, de 2019-es van, pre-pandémia adatom van, hogy 80%-ot nőtt ez az iparág vagy technológiai ágazat egy éven belül. Ami azt jelenti, hogy nekem az a tippem, hogy a pandémia alatt ez nem 80, hanem 500 vagy 1000 vagy 2000%-ot fog nőni. Mi ennek a konzekvenciája? Nagyon-nagyon könnyen lehet szerintem, hogy amikor fölocsúdunk ebből a hosszú pandémiás álomból, akkor nagyon sok ember Amerikában, aki elvesztette az állását, az már nem tud visszamenni abba, hiszen azok a típusú munkakörök megszűntek, illetőleg egy szoftver végzi az ő korábbi tevékenységét. Ha még az amerikai embereknél tartunk, hoztam egy érdekes adatot a Lunch Group USA-ban és Magyarországon folytatott kutatásából. Ez szerint az amerikai emberek a szabad döntési jogot tartják legfontosabbnak az életükben, míg a magyarok egyébként csak egy hajszálnyival ugyan többen, de a családot nevezték meg az első helyen. A freedom az tényleg egy sokat hallott, látott kifejezés Amerikában. Ez miért ennyire domináns, Eszter? Onnantól kezdve, hogyha valaki beszületésétől kezdve azt oktatják neki, hogy a te szabadságod és a szólásszabadságod, a kifejezésmódod a legfontosabb fegyvered, akkor nincsen kérdés afelől, hogy felnőtt korban is ezt tartják a legfontosabbnak. A legérdekesebb módon azt is meg lehet figyelni, hogy a választás sosem egy házasság. Nem arról van szó, hogy megválasztom az igazit, hanem azzal a párttal megyek, azzal az emberrel megyek egy darabig, mint egy busszal, amely közelebb visz engem a célomhoz. Aztán leszállok, hogyha nem úgy gondolom, és tovább megyek. És ebben a szabadság óriási nagy szerepet képvisel, hiszen hogyha valaki úgy dönt, hogy csak egyetlen egy pártnak a meglátásai szerint éli az életét, akkor egyfajta megadást is tapasztalunk, tehát igazából a nagy kormányt nem szeretik az amerikaiak, azt szeretik, hogyha a kezükben vannak a jogok, és hogy a kormány pedig azt reprezentálja és azt mutassa be, amit ők választanak. A párt és az ember is elhangzott most Esztertől, ami azért is érdekes, mert szintén a Lunch Group kutatásában jött ki az eredmény, mely szerint az amerikai emberek többsége inkább adott jelöltre, mint sem pártra szavaz. A szavazó polgárként azt látom, hogy ez a személyekre való szavazás, ez lokálisan nagyon így van. Lokálisan, tehát hogyha az adott városban vagy megyében szavazol valakire, a szavazólap az mifelénk úgy néz ki, hogy mondjuk a kisvárosi vízművek igazgatóját is közvetlen szavazással választjuk meg, vagy a törvényszéki halott kémet is közvetlen szavazással választjuk meg. A lap tetején ott van, hogy ki legyen az elnök, húzd be az X-et, a lap alján meg a vízműigazgató, meg a törvényszéki halott kém. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy valahol a lap közepén, amikor leérsz
mondjuk az állami szintről a lokális szintre, akkor eltűnnek a nevek mellett általában az R meg a D betűk. Tehát amikor helyben szavazol, akkor általában már nem érdekel senkit az, hogy az republikánus vagy demokrata, hanem az, hogy ismerem-e, közösségi embere. Azért durva lehet egy ilyen halott kém kampány. Tehát nem tudom, hogy kampányolnak maguk mellett. Én nem láttam a kampányát, tehát nekem is azért nem megyek mindig utána az összes jelöltnek, hogy finom legyek. Természetesen az ága a politikának, hogy egy ember, mint egy ilyen celebritás elkezdünk legendává varázsolni, és ő mellé állunk ki, mint ember mellé, ez igenis nagyban jelen van. Igazából három csoportra osztható. Vannak, akik bejelentett demokraták, vannak, akik bejelentett republikánusok. Egy szavazólapon van olyan opció, hogy mind republikánus, és az ember az beixeli, nem kell külön az összes részén a szavazólapnak szavaznia, hanem onnantól kezdve a szavazólapon automatikusan mindenhol a republikánusra megy a szavazat, tehát nagyon fontos azt is hozzátenni, hogy van 1% a lakosságnak, amely mindig a pártjára szavaz, független attól, hogy ki van annak a pártnak az élén. Most arról beszéltünk, meg beszélünk, hogy döntési szabadság, és közben ott van egy Polly Polster nevű mesterséges intelligencia a többi között, mert sok ilyen van. Ezt pont egy kanadai IT vállalat fejlesztette, és előre helyesen megmondta a kanadai választások eredményét, a Brexit szavazást, majd először Trump, és most 4 évre rá Biden győzelmét. Tehát felmerül a kérdés, György, hogyha már most egy mesterséges intelligencia tippelgeti a szavazások végeredményeit, akkor a jövőben már a teljes menetét irányítani fogja? És ha igen, akkor mennyire vagyunk ettől messzire? Azt szerintem nagyon-nagyon messze van, hogy mesterséges intelligencia irányítson egy választást. Az, hogy az AI nagyon komoly szerepet játszott most a politikai kampányban, és egyre durvább szerepet fog játszani mind analitikai szinten, mind az információterjesztésben, mobilizálásban és dezinformációban, tegyük hozzá, ami talán a legsúlyosabb és a legárnyékosabb része a mostani választásnak, az kétségtelen, és ez ellen hiába fogott össze a Facebook, a Twitter és a kormányzat, és minden, még mindig nem tudtunk igazán szignifikánsan cselekedni. Ez mindenképpen így van, és látok egy olyan korszakot a közeljövőben, amikor a politikumnak nagyon erősen az arzenájának a központi elemévé válik a mesterséges intelligencia, ami jó, pozitív olvasatban azt jelenti, hogy a polgárok véleménye olyan szinten szondázható percre pontosan, ami a polgárokat és a vezetőket a lehető legközelebb hozza egymáshoz, hogyha meg negatívan akarok rátekinteni, akkor gyakorlatilag egy totális megfigyelési rendszer és társadalmi kontrollrendszer jön létre. Minden, ami szoftveres, az meghekkelhető, sokkal könnyebben hekkelhető meg, mint papír szavazat. Tehát a jelen pillanatban, hogyha nem lennének papír szavazataink, akkor simán el lehetne hinnünk azt a hatalmas választási csalást, amit a Trump kampány emleget. Viszont ha megvannak a cetlik, akkor megvan a bizonyíték, mert a szoftverrel alapvetően nem lehet mit csinálni. A mesterséges intelligencia is a jelen fejlesztési fázisában nagyon erősen sérülékeny és sebezhető biztonságilag. Tehát abban a pillanatban, hogyha egy ilyen szoftvert használnánk egy választás menedzselésére, akkor a félvilág hackere azzal foglalkozna, hogy injektáljon rossz adatokat a rendszerbe, és ezzel megőrítse a rendszer. Nagyon izgalmas jövőbeni dolgokról beszélünk. Előttetek milyen kép jelenik meg, ha azt mondom, USA 4 év múlva? Eszter? Ó, jaj! Tudom, egyszerűt kérdeztem. Ez egy nagyon jó kérdés. Amennyiben jól sikerül ez a 4 év, már mondjuk csak azt, hogy a vírusból sikerül valamennyire sikeresen felépelni Amerikának, az egész biztosan jó pontokat hoz a demokraták számára. Az, hogy például egy 81 éves Joe Bidennek érdemes-e újraindulni a választáson, megéli a 81 évét, ezek rendkívül érdekes kérdések, amik ugye pont ezért is fontos az alelnöknek a választása, és mondjuk azt, hogy egy szívdobbanásra van az elnökségtől valaki. Ezért is érdekes, hogy egy nő lett először alelnök. Én azt mondom, hogy először nézzük meg a január 5-i választást, mielőtt bármilyen fajta 4 éves elképzelést tudok magam elé tenni. György, te hogy látod a 4 év múlvai Amerikát? A járvány utórezgésétől és utóhatásától nyilvánvalóan lehet félni, a szó gazdasági értelmében elsősorban. Egy jóval digitalizáltabb világ lesz. Egyébként az én környékemben is hihetetlen átmozgások és átköltözések vannak, tehát nagyon-nagyon látszik, és most csak egy mikro példát mondok. San Francisco, ahol a
a pandémia előtt a legmenőbb dolog volt lakni, és a legdrágább ingatlan árak voltak. San Francisco tehetős része menekül ki a városból, és az én környékemen, tehát a milyen vidéki közeg keres magának házakat. Igen, egy sokkal digitálisabb világ lesz. Én úgy gondolom, hogy egy kiegyensúlyozottabb világ lesz, de alapvetően inkrementális pozitív változásokkal, nem exponenciális pozitív változásokkal. A tippem az az, hogy ez a nagy társadalmi szembenállás, ez csökkenni fog. Hogy mit hoz a jövő, azt még a legfejlettebb mesterséges intelligencia sem tudja, és talán jól is van ez így. Köszönöm Csorba Eszter Zsuzsannának és Tiles Györgynek, hogy segítségükkel ma egy kicsit nem csak a jelen, de a jövő is megvilágításra került számunkra. Remélem, egy-egy gondolat morzsát ma is magaddal tudsz vinni, kedves hallgató, hiszen ezért készül neked az L20. Új résszel legközelebb jövő évben jelentkezünk, így kívánunk egészségben, boldogságban, sikerben gazdag új évet, és ha lehetünk kicsit öncélúak, mellé sok podcast hallgatást. Vigyázzatok magatokra, januárban itt folytatjuk. Na ne, már is lejárt a 20 perc. Ugye lesz még több rész? Lesz, csak olvasd fel a szöveget. Ja igen, ez volt az L20, a Lunch Group podcast műsora. Kövessetek minket, mert hamarosan új vendégekkel, új témákkal jövünk. Változatlanul 20 percben.